A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kézilabda szövetség harmadik alkalommal rendezte meg a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát azzal a céllal, hogy két lány, illetve két fiú korosztály képviselői mérjék összetudásukat. A hazai résztvevők mellett Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából érkező csapatok is pályára léptek a három kisvárdai helyszínen, valamint Gyulaházán. A játékosok mellett a fiatal játékvezetők is számot adtak tudásukról. Nagyon színvonalas mérkőzések voltak, nagyon komoly összecsapások, nyugodtan mondhatjuk, hogy szikrázó összecsapások voltak. Olyan egyesületek képviseltették magukat, amelyek már a színvonalat eleve biztosították, hiszen NB1-es kluboknak a csapatai is itt voltak, például a Kézilabda Akadémiának, vagy akár a Mezőkövesnek, és hát ez természetesen magával hozta azt is, hogy nagyon jó hangulatba teltek a mérkőzések. A megyei csapatok közül a kisvárdai és a nyíregyházi csapatok, én azt mondom, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy büszkék lehetünk rájuk, jól szerepeltek ebbe az erős mezőnybe, hiszen 4., 5., illetve egy 6. és 7. helyet tudtak szerezni. Bízunk benne, hogy azért a jövőben akár egy érmes helyezést is el tudunk majd csípni ezen az utánpótlás tornán, de a legfontosabb célt azt mindenképpen teljesítettük. Egyrészt az, hogy játék lehetőséget biztosítottunk, úgynevezett holt időszakban a csapatoknak felkészülési, mérési lehetőséget biztosítottunk ezzel a tornával. Másrészt pedig a játékosokon túl a játékvezetők is meg tudták magukat mutatni, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen megyei játékvezetők voltak a mérkőzéseken, akiknek egy része a Jump programból, a Kézilabda Szövetségnek a programjából jött fel, és hát nekik meg aztán különösképpen fontos, hogy olyan körülmények között tudják lemérni a saját szakmai tudásukat, amely aztán a későbbi NB-s, NB1-es mérkőzéseken mindenképpen a hasznukra válik. A tornát a serdülő lányoknál a Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia, a fiúknál a Mezőkövesdi KC nyerte. A junior lányoknál a szlovákiai SSK Prešov, a fiúknál pedig a romániai Mineur AC Baimara végzett az élen.